Tamási Áron műve az első világháború után játszódik, és a második világháború idején íródott. Témája minden időben érvényes, amikor romokban a házunk, hogyan lehet újrakezdeni. A darab középpontjában a tragédiák mellett ott van a szerelem csodája és a mese is, ami egyre inkább hiányzik az életünkből. A főhős Balla Péter története a visszatérés és az újrakezdés drámája. Ez egy nagyon egyszerű emberi történet. Nincs túlspékelve, emberekről szól, van benne szerelem, egy megjárt, egy háborút megjárt embernek a története, aki ragaszkodik a hitéhez, és ezért nem veri magát a falhoz, hanem egyszerűen csak él. És talán az egyszerűségében van a nagyszerűsége, azt hiszem. Az idei évadban a Kecskeméti Katona József Színház mellett az Orlai Produkciós Iroda több előadását is láthatta a nyíregyházi közönség. A színház ügyvezetője szerint megtiszteltetés, hogy a Nemzeti Színház a Szabolcsi megye székhelyre is elhozta a sikeres produkciót. A szervezési nehézségek láttán úgy voltunk vele, hogyha ezt az előadást sikerül lehozni, vagy egy más előadást, mi akkor is nagyon boldogok leszünk. A Vitéz Lélek szerintem az egyik kiemelkedő előadása a Nemzeti Színháznak, úgyhogy mindenképpen szakmai szempontok alapján, illetve az esemény fényét emelve én ezt egy nagyon jó választásnak gondolom. Az előadás főbb szerepeit Trill Zsolt mellett Horváth Lajos Ottó, Mécs Károly, Nagy Anna és Tóth Augusta alakítják.